Alapvetően a közös agrárpolitika strukturálisan nem fog változni, hisz továbbra is kettő pillére lesz a közvetlen kifizetések, amit egyes pillérnek hívunk, és a vidékfejlesztési program, amit a kettes pillérnek. Ugye az egyes pillér az egy olyan struktúra, amiben nem szerepelhet hazai forrás, a kettesben pedig kötelező, hogy szerepeljen. Ugye Magyarország azért, hogy az egységes telatlapú kifizetések azok hektárra vetítve érdemben ne csökkenjenek, sőt lehetőség szerint növekedjenek, ezért a kettes pillérből átrakott 25%-nyi forrást az egyesbe. És azért, hogy a kettes pillérben maradó forrás pedig kellő volumenben álljon rendelkezésre, ezért hát mi már 2018-ban elkezdtük a lobby tevékenységet a kormánynál, hogy a nemzeti kiegészítést azt lehetőleg magasabban állapítsa meg, mint az előző 7 éves tervezési időszakban, mikor is 18,5% volt. Na most eljutottunk odáig, hogy ez 80% lett. Ez azt jelenti, hogy minden kifizetett 100 forintból 80 forint a hazai büdzséből és 20 forint az Európai Unióból érkezik. Ez nagyon jól mutatja, hogy a kormányzat számára nem csak a szavak szintjén fontos a vidék, hanem a tettek is ezt támasztják alá, hisz ez a 80%-os társfinanszírozás, ez az Európai Uniós jogszabályok szerint az adható maximum, és egyébként erre korábban nem volt példa, nem Magyarországon, hanem az Unió egészében, hogy valaki bármelyik tagország ennyi pénzt költött volna a saját vidékére. Ahhoz, hogy a 23. január 1-i indulás biztos legyen, ahhoz az kell, hogy a múlt év végén kiküldött stratégiai tervünket, amit minden országnak le kell adni, azt a bizottság jóvá hagyja. Az egyes pillérben 3300 milliárd forint van a 7 éves tervezési időszakra, a kettes pillérben pedig a hazai kiegészítéssel együtt 4300 milliárd forint. Így elmondhatjuk, hogy 7600 milliárd forint összesen az, ami a közös agrárpolitikával 7 év alatt a magyar vidékbe fog áramolni, és ad ezáltal egy olyan lehetőséget, ami egészen kivételes, ez egy óriási lehetőség, de nekünk agráriusoknak látni kell, hogy ez ugyanakkor a felelősség is, hogy ezt jól használjuk, és a magyar élelmiszergazdaságot, azt a szükenvet világelitbe tudjuk ezzel repíteni. Hogyan támogatja a magyar kormány a magyar gazdákat? Tavaly évben indítottuk el azt a megújuló vidék, megújuló agrárium programunkat, ami lényegében a vidéki gazdaság talpraállítását, megerősítését szolgálja. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 2021-ben a magyar gazdálkodók, az élelmiszerfeldolgozást végzők, szőlészek, borászok számára lényegében 2000 milliárd forint értékben írtunk ki pályázatokat. Hogy mire fordítjuk ezt? Precíziós gazdálkodás átállításában segítjük a gazdálkodóinkat. Több mint 100 milliárd forintot költünk már most élelmiszerfeldolgozás megújítására. Terményszárolókat, szárítókat újítunk meg, állattartó telepeket újítunk fel. Mindez azt jelenti, egyébként egyik oldalon nő a hazai élelmiszerellátás biztonsága, ami ezekben a nehéz időkben kulcsfontosságú, másik oldalon pedig olyan versenyképessé alakítjuk a hazai élelmiszergazdaságot, ami a maga oldaláról jó, stabil munkahelyeket, stabil vállalkozásokat és prosperáló vidéki gazdaságot jelent. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Csak az elmúlt néhány évben Heves megyébe 110 milliárd forint jutott a vidékfejlesztési támogatások révén több mint 9300 gazdálkodónak. És ha azt nézzük, hogy ebből a pénzből közel 800 olyan beruházási projekt került finanszírozásra 47 milliárd forint értékben, amely ezt a technológiai megújulást, az életbemaradást, a versenyképességet növeli, akkor azt mondhatjuk, hogy itt Heves megyében is ez a vidéki gazdaságot erősítő politika egy nagyon fontos és erős lába a megye gazdaságának fejlesztésében. Az elmúlt 4 év mennyire volt sikeres a Heves megyei mezőgazdaságnak, és mit tartogat a jövő számára? Hát én úgy ítélem meg, hogy elnökségem alatt itt Heves megyében a gazdálkodók körében egy nyugalom és béke alakult ki. Mi ugyanolyan fontosnak tartjuk a nagyvállalkozókat, mint a kisebbeket, és mindenkit megfelelőképpen próbálunk segíteni a Nemzeti Agrárgazdaság Kamara keretén belül. Amint még nagyon fontosnak tartom a jégkármérséklő rendszer, amit sikerült letelepíteni, de Heves megyében is, mint egy 42 településen működik itt Heves megyében jégkármérséklő rendszer. Ezt elmondhatom, hogy több milliárd forint értéket óvtunk meg, egyrészt a gazdálkodóknak, másrészt a társadalom más szegletébe élőknek és dolgozóknak. Harmadrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy Heves megyében egy fölkészült falugazdász hálózat áll a gazdálkodók rendelkezésére. A magyar állam partnerként, a magyar kormányzat partnerként tekint a vidékre, mint egy 9000 milliárd
forintot tudunk az elkövetkezendő években lehívni. Úgy gondolom, hogy egy olyan fejlődési ciklus, egy olyan fejlődési periódus előtt áll a vidék, amit még soha nem tapasztalt, és ezen belül Heves megye is. Mi mindent megteszünk, hogy Heves megye érdekében, hogy minél több pénzt tudjunk ide Heves megyébe lehívni.